Önálló polgármester jelöltet indít Újpesten a magyar kétfarkú kutyapárt, méghozzá a párt pártigazgatóját, Nagy Dávidot, aki itt van velünk a vonalban. Szép jó estét! Jó estét! Az jutott eszembe egyébként először, hogy mennyire érdekes a, nem tudom, a magyar sajtó meg a magyar politika, hogy az, hogy egy pártnak lesz egy polgármester jelöltje a választáson, az egy ilyen meglepetésnek tűnik, hogy miért ön is úgy érzi, hogy ez a kutyapárt irányából egy meglepő lépés, hogy indít egy választáson egy jelöltet, mint ahogy azt általában a pártok szokták csinálni a választásokon? Igen, az biztos, hogy valamennyire el van fajulva a közhangulat olyan szempontból, hogyha megszokott, nem is tudom, 7 párton kívül valaki elindul, az már gyakorlatilag egy ilyen antidemokratikus lépésnek minősül, de ezt próbálom megelőzni, hogy ez a helyzet előálljon, úgyhogy én most itt helyben a Klubrádióban szeretnék felszólítani minden eddig bejelentett, és nem bejelentett jelöltet, hogy lépjen vissza a javamra, vagy el se induljon. És akkor már is megoldódna ez a kérdés. Amikor elindul ezen a polgármester választáson, akkor gondol arra, hogy lehet olyan helyzet, amikor ön győz, és polgármestere lesz Újpestnek, és ha nem, akkor viszont miért indul el? Igen, az a legdurvább, hogy van ilyen eshetőség. Én tényleg azt gondolom, hogy a választók nem szavazógépek, és hogy ők gondolkoznak, és ezt amúgy tök fontos lenne, hogy más politikai erők is így gondolják, csak nem mindig sikerül, úgyhogy mindenképp van ilyen esély, szerintem, hogy mi nyerünk. Nagyon-nagyon sokat kell majd ezen melózni, és nagyon-nagyon sokat kell majd a lakossággal beszélni, mert akik ott laknak, akiket ismerek, mert szerintem igazából Újpesten az a kulcs, hogy a folyamatok átláthatóbbak legyenek, és a kommunikáció meg, ami most az önkormányzat részéről van, amikor siker van, akkor van, amikor meg nincs, a Fidesz részéről, amikor éppen van kritizálni valami való, akkor van, egyébként meg nincs. Ez egy picit átláthatóbb legyen, következetesebb, rossz hírekről is be lehet számolni. Szólni kell az embereknek, hogyha épül a sarkukra egy akkumulátorgyár, egyebek. Tehát ezek a dolgok amúgy szerintem rémegyszerűek, senki nem tematizálja, senki nem csinálja, hogyha oda kerül. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy van 4-5 dolog, ami zavarja a helyben élőket. Erről őket meg kell kérdeznünk, erre van egy 10 fejezetes kérdőíve a kutyapártnak. Ez az országban az összes körzetben kitölthető, ez a szólj bele kérdőív. És ezzel próbáljuk megnézni azt, hogy amit egy körzetről gondolunk, hogy probléma van, amit mi összeírtunk, azok valósak-e? Meg tényleg zavarják-e a lakókat, vagy nem annyira? És ez alapján szeretnénk leírni azt, amit szerintünk el lehet érni reálisan, nem kórházat, nem olyan dolgokat, amik jelenlegi helyzetben nem elérhetőek, hanem olyan apróságokat, amit akár a mostaniak is csinálhatnának jól pénz nélkül. Essünk túl az ilyenkor szokásos kérdésen, hogyha elindul a kutyapárt is, lehet, hogy a kutyapárt Újpesten, fővárosban általában népszerű párt, elindul a Fidesz, elindul az ellenzék, közös jelöltje, nem tudom kicsoda, és akkor jól nyer a Fidesz, és majd megérkeznek nagyon sokan, akik azt mondják, hogy hát azért, mert nem tudom, 5%-ot elvitt Nagy Dávid, és miatta veszített el az ellenzék egy értékes fővárosi kerület. Tehát akkor mi lesz? Az van, hogy mivel dolgoztam a hivatalban, ezért láttam az előző vezetés dolgait is valamennyire, illetve az akkori döntéshozatalt is. A Déri Tibor főnökömmel, a vezetőséggel, egyebekkel. Tehát én azt gondolom, hogy átlátjuk, hogy mik a hibák. És az alapján, amit most látok, az alapján, amit a Fidesz részéről láttunk korábbiakban, akár az öveges programot, akár a közvéleménykutatásokra elszórt 50 millió forintot, amikről írtunk, de akár mondom a mostani vezetés részéről azokat a bizottságokat, azokat a kifizetőhelyeket, amiket jelenleg is fenntartanak, több 10, több 100 millió forintba kerülnek. Én egyik oldalra sem tudnék lelkiismeretesen szavazni, és mondom, de ezt már elmondtam, hogy szerintem az emberek nem szavazógépek, és igenis, ha jót találunk itt, és jól fogjuk csinálni, akkor simán nyerhetünk is. Beszéljük meg még azt is, hogy ha mondjuk a realitás valósul meg, és nem ön lesz Újpest polgármestere, ezzel szemben bejut, és ott lesz a képviselők között, akkor ezen a ponton azok a változások, amiket szükségesnek vagy fontosnak tartan, azok megvalósíthatóak, vagy elérhetőbb akkor, hogyha képviselőként tud majd dolgozni Újpesten? Igen, a képviselőség szerintem tök fontos, és ha valaki megnézi a Gergőnek a tevékenységét, akkor azt szerintem tök jól látszik, hogy ellenzéki képviselőként is el lehet érni dolgokat.
Ugyanezt ugye Újpesten csináljuk, nyilván itt nem ülünk a testületben, nincsen egy bizottsági tagjánk, tehát mindenki önkéntesen nyomja, de így is gyakorlatilag van egy szoftverünk, ahova problémákat lehet bejelenteni. Felvittük a házi orvosi körzeteket egy térképre, ami egyébként nincs helyben. Felveszük a testületi üléseket, amiket egyébként gyakorlatilag a utolsó budapesti önkormányzatként nem hajlandó közvetíteni az önkormányzat, de egyébként a Fidesz se volt hajlandó. Tehát ez nem egy minőségi romlás, ez egy ilyen, nem tudom, egy mocsár, amiben átláthatóságilag vagyunk. Tehát egy csomó mindent már most meg tudunk valósítani, úgyhogy nem ülünk a testületbe, városfelújító akciókat csinálunk, figyelemfelhívó akciókat csinálunk, és nyilván ez a dolog onnantól, hogy van egy képviselőnk, aki szavazhat is, és a testületi üléseken felszólalhat, ez még inkább kinyílik. Hogyha mégis ön lenne a polgármester, akkor lennének olyan padok a játszótereken, amikre hajléktalanok nem tudnak lefeküdni? Jó, na most igen, tehát ez picit szerintem távolabbról meg közelítve, szerintem ezek a középen elválasztott padok, amiknek még csak a szélén sincsen léc, csak a közepén egyedül le ne feküdjön valaki, ez annak a beismerése, hogy nem tudjuk kezelni a hajléktalanság problémáját. Én azt gondolom, hogyha valaki közterületen vizel, fekszik, verekszik, az rendészeti probléma, és nem várostervezési. És a város nem lehet arra berendezni, hogy van egy probléma, amit úgy se tudok megoldani. Hát nekem ez alapvetően ezért volt problémám, biztos, hogy nem lesznek elválasztós padok. Hogyha közeledik majd a választás, és biztos, hogy lesznek közvéleménykutatások, amik majd azt mutatják, hogy szoros az állás, hát nem tudom, hogy kinek a javára, és ez hogyan fog kinézni, akkor is egészen biztos, hogy a Magyar Kétfarú Kutyapárt polgármestert fog állítani Újpesten, és hogy az ön lesz? Én egészen biztos vagyok benne, mert szerintem Újpesten nem a pártokkal van a baj, hanem, és ezt ki is mondta egyébként Nagy István korábbi fideszes alpolgármester, hogy azt, hogy nem közvetítik az újpesti testületi ülést, az a politikai kultúrának egy része. Amikor feldobtam, hogy a vagyonnyilatkozati bizottságok elvisznek 10 millió forintot úgy, hogy évente 35 perc munkát igényelnek, az volt a válasz a kérdésemre, hogy ez egy újpesti hagyomány, 2002 óta létezik. Úgyhogy szerintem nem a pártokkal van feltétlenül gond, hanem azzal a rendszerben, amivel vele szokott a politikai vezetés, és még csak nem is a hivatal, mert tényleg nagyon jó kollégáim voltak. Én tényleg azt gondolom, hogy egy csomó helyen az országban az az egy megoldás maradt, hogy borítsuk rá az asztalt az egész térfélre. Nagyon szépen köszönöm. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója, és most már újpesti polgármester jelöltje. Minden jót. Köszönöm szépen.